Nos, hát csodálatosan szép napot kívánunk nektek, sziasztok! Ez itt a Let's Save a Lap. És egyedi lapok most újra együtt. Rude Terra egyedi lapok! Hiányoltatok, és ez nagyon jól esik. Úgyhogy nézzük meg, amit Benji csinált Peti által megihletve a squad mechanikával rólatok. Így van, igazából ez most az egyedi lap készítőiről szól. Magyarország városai volt kiszemelve mára. Landmarkokat akartuk először mesélni, de úgy voltunk, hogy ez egy picit teljesebb, ezt már jobban késznek érezzük. Igen. Oda még várunk néhány darabot. Ha esetleg van még ötletetek, majd még lehet, hogy én is dobok be, mert egy-két ötletem nekem is van hozzá. Budapesten lehet, hogy külön kerületekben is lehet majd foglalkozni, de mindegy, ez majd egy másik videó téma lesz. Nézzük meg, hogy sikerült a squad. I wanna see everything. It's all in the cards. Fine, we go. Először is a squad az egy kifejezett ilyen gyűjtő fogalom lett, ami azt mondja, hogy azt csinálja, ez nem hogy... Ez egy keyword, vagy keyword, ja. Szerintem keyword, nem? Oké, tehát körönként egyszerűen igazából, ha csökkented egy Bravo egységnek az értékét a kezedben... Egy damage-ot ad mindennek. Ja, az ott vesző, igen. Ja, és akkor ad plusz egy nullát az összes Bravo-nak. Jó. Tehát, az össze, okay. Tehát ez csak a Bravo lapokra vonatkozik. Csökkentős mechanika, Ionia. Plusz egy kis damage buffoló mellé. Nem, az... persze. Na nézzük, első lapunk Peti. Peti, hát igen, ki más Peti, Peti négy a katonánk. 2-4 quick attack. They use the cost of a Bravo in your hand. Okay, let's play him. És ja, hogy ő champ. I igen. Have seen activate 8 squad units. Jó. Nem, 8, csak 8 squad. Hát ez, ja, hogy ez, ja, igen. De várjál, viszont ez körönként egyszer lehet aktiválni, igen, akkor ez 8 kör fix, az rengeteg. Ez leghamarabb lerakod a negyedik körben, mert szín... De várjál, when you reduce the cost of... Nem, az csak... Ja, de igen. When you reduce the cost, és itt van, you can only activate this effect once per round. For each reduce... De várja, for each reduced Bravo, szóval szerintem minden Bravóra egyszer lehet. Nem. Hogy amikor reduce-olod a kosztját, akkor egy Bravónak egy körben egyszer tudod. De mindegyikét lehet egyszer. Mert ugye az van vén, hogy round for each reduced Bravo. Lehet. Vagy pedig... akár egyszer elolvasod, hogy hosszabb lesz. Igen, bármelyik Bravót lehet csökkenteni egy körbe. Azt implementálja egyébként számomra, hogy vagy így, de vagy úgy, egy körben többször lehet csökkenteni a Bravo unitoknak a kosztját, és ezáltal nem 8 kör kell, hogy level-up-oljon Peti. De egyébként, hogyha nem jól értelmezzük, ezt majd Benji kommentbe kijavítja nekünk, akkor igen, az úgy nem jó, hogy 8 kör kell. Az a baj, ez így nehéz lesz. Főleg, hogy a negyedik körben, de szín amúgy? Szín, igen. Az meg pláne, hát a negyedik körbe tudod lerakni leghamarabb. Igen. I've szóval azt tudni, hogy... Eight squad. De nem értem egyszerűen, bazdmeg, nagyon zavar, értem, és az a baj, hogy erre épül az egész, úgyhogy egy kicsit nehéz lesz. One eternity later. Hogy... De nem, a squad ja, kérdés, hogy amikor csökkent, ez akkor oszt ki egy plusz, de ez körönként csak egyszer lehet. Szóval szerintem, amire Benji gondolt a level up folyamán, hogy látott 8 bravo, vagy squad unitot csökkenni. Nem, hogy a squad lett ennyiszer kijöntve. Mert csökkenteni tudsz egy körben többet, de a squadot csak egyszer tudod kiosztani, érted? Igen, mert hogyha van 8 Bravo unit a közedben, és akkor lecsökkented mindegyiket, és mindegyiknek az akkor plusz level up, akkor level, ha így értelmezzük, akkor mert igen. Mert ha squadot értelmezed, akkor nem jó, mert a negyedik körben tudod elkezdeni, és te a 8 kör, mire level up-ol. Hát az kiéli túl. Ha 8 squadot kell magát látnia. Igen, úgyhogy így szerintem erre gondoltam úgy, Benji. Így igen, akkor menjünk ezzel. Mindenképpen ezzel menjünk, mert ez egyetlen logikus formája ennek az egésznek. A 2-4-es quick attack Peti akkor fog level up-olni, a 8 darab squad unitnak valamilyen aktiválódott. Igen. Peti level up-ol van, 4-5-ös, már árokból baszatja neki. És reduce the cost of a Bravo in your hand by one, ez a kör elején, refill one mana for each enemy. Refill one mana for each enemy, then you kill. Micsoda? That you kill akar that lenni. You kill, igen. Jó. A kör elején egyet csökkenti a Bravo unitoknak a kosztját. És visszatölt egy manát minden enemyre, amit megölsz. Azon gondolkozom, hogy ezt hol tudnál elmesélni, mert ugye a régióját nézve, ugye ez simán Runeterra régió, igen. Ugye? Azon gondolkozom, hogy hova illene ez jól be, ahol kell neked az, hogy még miután mondjuk támadtál, mert ugye arra a körre, tehát igazából tök mindegy, hogy hány unitot ölsz meg, mert megölöd a unitokat, rendben van, vége az atakodnak, igazából a lényegi dolgod megtörtént. Utána nincsen mana. A 3 spell manán kívül, bár mondjuk 3 unitot megöltél, 3 manát vissza tudsz tölteni, azt mondjuk át tudod vinni, az úgy rendben van, annál többet meg nem feltétlenül ölsz meg egy körbe. Ja, igazából az fel van a visszatöltésre. Hát, hogy le tudsz rakni egy engine lapot az atak után, például, mert akkor az atakon esélyesen kimennek a izéi,
a pikjei, meg a damage-jei, és akkor még egy három manából le tudsz rakni valamit, ha olyan deckbe játszod, ami engine kötelez. Azért nehéz nekem mindig ezeket az általában készített régiós lapokat elhelyeznem, azokat, mert például a brandnél, meg egy-kettőnél tök jó megvan csinálni, hogy minden régióhoz csináltok hozzá külön lapokat. Jö, így viszont, csinál. Hogy ugye nem tartom azt, hogy szerintem itt ezek, bár nem van ki eljön igazából. Mondom, csak a champ. Ja, így jobban el lehet majd rakni, hogy melyik régióban mit csinál a külön lap, amúgy, így elsőre, de akkor így megvagyunk azzal, hogy rendben a champünk az ez. Visszatölt neked manát, mert nem tudom, hogy mennyire lett effektív igazából. Hát reduce the cost of a bravo in your hand, round, tehát minden körben lejjebb vissza egy bravónak a kosztját, az mondjuk nem rossz, könnyebben aktiválhatod. A squaddal oszt ki egy kis damage-et. Squaddal osztasz egy kis damage-et. Ja, meglátjuk, hogy milyen lesz a többi unit. Amúgy mi a journey-e, vagy mi az nem journey, hogy hívják? Origin-je. You may put any squad, jó, oké? Because into your deck during deck building, once you have summoned plusz, ja, és akkor kihúzza Petit. Ezt látom, ezt nagyon szeretik, ezt a Kane-es. Ezt a Kane ability-t, igen, ez nagyon megfogta. Mondjuk ez tényleg jól van összerakva amúgy. És akkor Petty stealth style, na nézzük. 3 mana fast, give two enemies vulnerable this round, create a Petty in your deck. Ez kifejezetten tetszik, mert ez így a killekhez sokkal jobban hozzád. Jó, ki lehet pikkelni. 3 mana fast spellér igazából két unitnak vulnerable, oké, de ez még fókusz is lehet szerintem nyugodtan. Szerintem a vulnerable-nél nem... Mondjuk igen, a vulnerable, de csinál egy... Ja, de az csak a spell, hogy csinál egy izét a... Az csak az alapspellje, igen. Eljárt közben meg lehet állítani egy csempet a deckbe. Én azért mondom, majdnem mindegyik fókusz spell, és nem véletlenül, én fókuszra tenném. Jó. Amúgy. Jó, végül is igen. Commander Orte, na látod, a Fejor 12 mana, azért ott van mit csökkenteni. 12 mana, 4-es, 5-ös. Fury, nagyon jó, köszönöm szépen. Bravo, Fury, 4-es, 5-ös, oké, squad. Attack, give me 0+1 for each squad you have activated this round. Aha, tehát de akkor csak lehet többször aktiválni egy körben. Each player can only activate this effect once per round for each reduced bravo. 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 Minden, igen, egyszer minden egyes csökkentett bravóért. Tehát ha 8 darab bravó van a kezedben, akkor ez 8 alkalom lehet. De nem, de mert ahányszor aktiváltad this round. Tehát azt mondom, és egy körben, tehát egyetlen egy bravót egyszer lehet ezzel buffolni. Mert hogy egy bravót, amikor csökkentesz, 3 manását, mondjuk itt vagyok én. Itt van Orte. 12. Ha lecsökkented egyre, egy körben, az egynek számít, mert egy unit volt. Ha 3 másik unitot lecsökkentesz egyel, akkor az 3, tehát 3-szor megy ki a buff. Értem, csak akkor nem igazán értem, hogy tehát lejjebb tudod vinni ennek a mana kosztját. Most mondjuk azt, hogy lejjebb vitted ennek a bravónak, mert a kezed volt az elejét, mondjuk 6 manára. Oké. Okay. Give me 0+1, tehát csak HP-t ad, for each squad you activated this igen, round. Igen, tehát megkapom okay, mellé a HP-t is. Tehát kapsz mondjuk rejúszolt el 5-öt, lerakod ezt a lapot, ez felmegy mondjuk 4-10-re, 4-9-re, 6 manáért, akkor nem jó a lap. Mert ez viszont... Ez így van, de még lesz egy csomó lap ebben a mechanikában, ami valószínűleg mondjuk, meg fel fogja mondjuk, hatványozni azt, ezt. Amit fel fogja hatványozni, egy-kettő pedig vegyük bele, hogy a squaddal aktív, ha a kezedben van az elejétől, a squaddal körönként aktiválódik rajta damage is, tehát jóformán egy ilyen Fury-ba le tudsz rakni kb. Egy ilyen 10-10-es lapot 6 manáért, az úgy már mondjuk annyira nem rossz, igen, az meg tudsz adni, ha ez az kell, hogy ez early-be a kezed legyen, és folyamatosan tud aktiválni minden vannak körben. Ilyen lapok. Igen. Jó, oké, rendben, mondjuk azt mondom, hogy mondjuk 6 manáért egy 8-8 Fury lap. Az úgy valid. És még lehet olcsóbb és nagyobb. Meglátjuk még a többi lap mit csinál. Na, nézzük meg az asszonyt. Anna Mari. Scout. Squad, if my cost 0, summon me immediately and draw 1. Nexus strike, create a danger zone in your hand. Ez milyen broken, ez a lap. Igen, ez elég broken. Nézzük mi a danger squad. Danger zone. Burst, reduce the cost of 2 bravo in your hand by 1. Látod? És az akkor kétszer triggerezi ezt a szart. Aha, meg geci jól is néz ki amúgy. Ez valami AI generált kép lesz, tuti. Nem tudom, de kurva jól néz ki amúgy, igen. Tényleg jól néz ha ki. Ha lemegy nullára a kosztja, automatikusan summonolja a kezedből. Hát ezt meg lehet csinálni és húzol egyet. Kb. Ez 3 kör alatt meg lehet csinálni, fixen húz egy lapot, és utána még csökkenthetsz 2-t. Ja, Nexus Strike-on, bocsánat, de Scout. Hát a Scout az egyednek annyira lényegtelen szerintem, igazából nem kell. Azért tetszik a Demacia, mint olyan, mert ő lehetne Bravo Elite. Bravo Elite? És akkor lehet még másod is csökkenteni. Amúgy egyébként tényleg olyan elitesen néz ki. Én a Scout helyett amúgy elúzívot adnék neki. Ezt akartam mondani. Ha már Nexus Strike create a Danger Zone, a Nexus Strike miatt csak akkor még nem illene igazából az elúzív unitok nincsenek Demáciában. Van Demacia elúzívla? Most így gondolkodom. Nincs szerintem. Szerintem sincs.
De nem baj. Az előző videónál azt mondtad, vagy hogy akkor úgyis hiány pildóverbe a HP meg a TAF a kibaszott Orianna labdára. Hát bazd meg, azt néztem, ahogy írod, nézzétek meg azt a videót, ha még nem láttátok, hogy hát ja, végül is nincsen neki TAF. Hát mi fókuszban 0-3 TAF-ot, hát hülye vagy? Hát milyen kikurt broken az a lap? Az Orianna az para lett, igen. Szóval ugyanez a metodika itt is, hogy nincs elúzívja, legyen. Impact. Esetleg. Impact. Jó, legyen impact. Bár az sem nagyon. Mert a scout igazából, mert az az igazság, hogy tehát értem az értelmet mögöttem, mert úgyhogy Nexus strike-olsz vele kétszer, ugye a scout miatt akkor megvagy, viszont mivel 3 manába kerül, leghamarabb is a 4. körben fogod tudni lerakni. Hát nem, mert hogyha az első körben tudsz egyből csökkenteni ízét, akkor kettőért le tudod akkor rakni. Akkor a harmadik, ne, de akkor is a 3 kört végig kell csökkentgetned, hogy ezt 0 manáért tud készíteni. Hát egy 0 manáért magától kijátsza, igen. De... A negyedik kör, hogy az a effektje jól jöjjön. Hát ne, de a második körben lerakhatod te 2 manáért, és tök támadhatsz, ha úgy jön a lépés. Lerakhatod, de nem tudom. Igazából megvannak a hasznos részei, meg egy scout unit mindig jól tud jönni, de... A scout, én lecserélném impactre. Ahhoz, amit a lap csinál, ahhoz a scout nem illik. Egyébként. De a lap dizájnhoz, az ötlethez, meg a Nexus Strike-hoz, ahhoz illik egyébként, hogy scout csak. Nem volt rossz. Ez jó lett ez a lap. Kese! Az én lennék, azt gondolom. Ó, igen. Noxus lap lettem, wow. Hát igen. 4-2-es, oké, okay, quick attack. If you behold Kitty, reduce her cost by the same amount. Micsoda, de várj, ez quad, if you behold Kitty, reduce... De mi az, hogy same amount? Minek a same amount-jával? Hát gondolom, amivel őt csökkentik. Tehát, ha ő rámegy egy csökkentés, egy bravo csökkentés, akkor ezt a Kitty lap is megkapja. Vagy amennyivel ő csökkentve volt, vagy amennyivel én csökkentve voltam. Igen. Tehát, ha mondjuk én engem lejjebb vittek 4 kosztat, akkor és a következő körben hisztem ki a következő 7 más Kittyt, akkor utána őt leviszi. Akkor őt... Nem, szerintem amikor mind a kettőnek a kezedbe kell lennie, és akkor... Hát, úgy mondom, hogy Kittyt mondjuk kihúztam a 6. körben, ugyanabban a körben, amit miután kihúztam, lerakom Cash-ét. És akkor, tehát nekem már csökkentve volt a kosztom 4-gyel, Kittyt akkor húztam szintén 7 manával, és akkor leviszi az ő kosztját is 4-gyel. Így lenne, ha ott lenne, hogy play. Így csak simán a kezedbe kell legyen mind a két lap szerintem. De azt mondom, hogy a kezedbe van, geci! De azt mondod, hogy lerakod utána, és már le volt csökkentve Kese. Igen, de nem. Aktívan a kezedbe csökkentsék úgy, hogy Kitty is, meg ő is a kezedbe van, és akkor ossza tovább. Mert a beholder, ha valami beholder tégedik, az úgy van, hogy ha egy lapot kijátszol, és a másik még a kezedben van, vagy már lent van. Lehet. Tehát a kezedbe kell lenni, tehát én ezt úgy értelmezem, hogy ez akkor kifejezetten hasznos, mondom, mikor amikor ezt már le van csökkentve. Ezt levitted 3-ra, Kitty még mondjuk full manán van, mert akkor húztad nemrég, ezt lerakod, és akkor őt is mondjuk annyival csökkenti, jó, amennyi a különböző a kettőben. Lehet igazad van. Nézzük meg Kittyt. Én erre gondolok, oké, rendben, az amúgy egy 4-2-es quick attack lap, az nem túl combos. Mindkét formában broken amúgy. Kitty pedig egy fierce-em lap, azt mondja, squad, if you behold, Kesha, reduce his cost by the same amount. Ugyanaz. Oké, rendben, tehát igazából meg tudod azt csinálni, hogyha ezt a lapot levitted mondjuk nullára, akkor 2 lapot nulla van, ahelyett kijátszol. Oké, amiket csinálunk, az nem túl kokszos, hozzáteszem. A card art az Kittynél nekem tetszik, az amúgy fasza lett, az tetszik. El tudom képzelni, amikor így rád néz, hogy nem ágyasztál be, vagy nem mosogattál. Így itt áll az ajtóban. Én meg itt elbújok így a fal mögött. Aha, nagyjából, de tényleg! Nem, ez amikor... Jön, de ez tudod, amikor... hogy bazd meg, nem mosogattam el. Nem, amikor realizáltam, hogy rossz napra vettem Na, nézzük Martint! Ezt így képzelem el a valóságban amúgy. Martin? Aha, elmennénk egyszer lesörözni, ez jönne velünk szembe szerintem. Ú, de geci drága az összes napom, csak egy pillanatra visszanézem. Hát mert kurva sokat csökkentünk. Hát értem, csak ha kurva későn tudod elkezdeni, tehát 4 manán tudod elkezdeni. Mi? Hagyjad már, hát atakon bazd meg izét, ahány embertől az annyit töltesz vissza. Squad, if you summon me 3 or less mana, grant me lifesteal. 3 manáért, egy 2-5-ös lifesteal. Jó, nem 2-5, mert fel lesz kokszolva a squad. Ezt akartam mondani, hogy ez följebb lesz kokszolva. Végül is amúgy egy lifesteal lap sosem rossz, és ha mondjuk le tudod rakni egy 5-5-ön ilyen 4 manáért, az már... 3, akkor lesz lifesteal, ja, hogyha 3 vagy az alatt adod le. Tehát 5 pontot le kell róla vinni. Még egyőre nem nagyon láttam olyan sok csökkentő lapot. A csempen, ami 4 manán kerül ki, meg a danger zónon kívül, ami 2-nek minuszal 1-et. Úgyhogy még várom azokat a lapokat, amik... Mert ez nem viszi le egyáltalán, ugye? Nem, az nem. Az akkor triggereldük, amikor leviszi. Annak az a trigger pontja, hogy csökken valaminek a kosztja. Oké. Na nézzük, Wolfox.
Azt mondja, Piltover Cowboy kalapban jobb lenne. 2-3. Squad, when you reduce the cost of a Bravo in your hand to zero, create a fleeting spy drone in hand. Oké, okay, ez jól hangzik. Spy drone, predict. Nyilván mi más lenne. Igen, smart. The prediction, I reduce the cost of a random card in a selection by one. Jó, az nem olyan rossz. Csökkenti a kosztját egyel. In prediction. Kérdés, hogyha a deckben lévő lapnak a kosztját csökkented, akkor is triggerelődik-e a squad? Mert hand és play volt írva akkor nem. A izékre. De az csak a buffokra, akik kapják, az nem, hogy mikor triggerelődik. Csak egy Bravo Unit kosztját csökkented. Hát akkor szerintem akkor működnie kell, ha egy Bravo Unit kosztját csökkented ugyanúgy. Command Center. Ez lesz, ez a hely. Igen, ez itt a fő adiszállás. Countdown 2, azt mondja, reduce the cost of the highest cost card in your hand by 2. És kettővel. Countdown 2 és countdown-onként csinálja, tehát ez 4-jel csökkenti 2 manáért. Ez nem egy rossz lenne, ezt early-be el tudod kezdeni. Oké, okay, abban a kör, második körben, ha kijátszod, nem csinálsz semmi más, viszont... Ez egy lassan induló, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ez egy lassan induló, de nagyon gyorsan elhízós. Ez egy ilyen midrange decknek, egy tipik olyan ilyen demáciás midrange decknek tűnik, ami így a 6.-7. körre van egy olyan ilyen 5-5-östől kezdve... Egy ilyen nagyon nagy damage spike-ja. Aha, ami hogy nincs vengeance-ed vagy ilyesmi, akkor szoksz. Aha, de ha meg túléled, akkor utána kifúgy belőle a gőz. Hát azt nem vagyok benne biztos, mert ezek a deck azok, amik általában ezt szinten tudják tartani, ha a 6.-7. körre elértél. Van az, amikor már elfúj. Szerintem ez azért nem tudja ott tartani, mert ki fog fogyni a kezed, mert rettenetesen olcsó lesz minden, és utána nem tudod az engine-et törgetni, mert nincs mit csökkenteni. De amiket húzol kifele, utána a következő lapok, azokat ugyanúgy el kell kezdened csökkenteni, azt ugyanúgy. Én ezt értem, de csak egy-egy lap lesz a kezedbe, és még nem az időszaknál. És még nem látunk elúzív meg overwhelm lapot belőle, ha a hízások mellett sokáig lent van az asztalon, és tud hízni mondjuk overwhelm-el meg a kezedbe. Itt is van, Benji. 1-3 elúzív. Benji Iuniába tette magát, ez nem meglepő. Play given an enemy vulnerable this round. Grantelheti. Amúgy. Egy 3-as lap. Given. Aha. Mert még ez is csökken, ez is 0 manáért lehet vulnerable elúzív mellé, és úgy, hogy ennek is hízhat a statja. Ez mondjuk úgy, hogy mondjuk csökkentheted a kosztját neki is, bár mondjuk neki nem feltétlen kell, hogy csökkenjen a kosztja, hogy 3 manáért játszott ki, de mondjuk de ha a squad miatt mondjuk azt mondod, hogy hízik, hát de ennek így is úgy is hízik, minden squadnak hízik. Igazából, ha azt nézem, ezt még 3 manán is jól kijátszva, egy ilyen 5.-6. kör környékén egy simán egy 5-6-os lapként le tudod rakni damage-be, és egy 6-3-as elúzív lap, az azért para. Ami vulnerable-t ad, hogyha van lent elúzívja, akkor ezt fixen arrébb tudod húzni. Igen, ez azért egy elég sniperos lap, lehet egy pici Nexus damage-re pluszban. Amúgy igen. Oké, okay, az ability-e meg picit furcsa, távol el egy kicsit az elúzív lapoktól a vulnerable osztás. De ezt már nem úgy mondom, mert a vulnerable-re rárak, vagy a elúzívra rárakod, akkor el tudod húzni, hogy ne tudja levédeni, hogy ez tök jó. Sose csináltunk vulnerable-deket, még azért, mert szara mechanika, de ez most minden. Én csinálgattam egy párszor, csak szara mechanika. Low budget. Na nézzük. Igazán lehetett volna low budget soldier, de mindegy. Na, Bravo, 5 mana, 1-3, oké, okay, ez eddig szutyok. Squad, round start, if I have the highest cost in hand, grant me +1/+0. Oké, okay, tehát ha ő a legnagyobb értékű a kezedben... A round start, az nem kell, hogy lent legyen az asztalon. Az kézbe is triggerelődik. Kézbe is triggerelődhet, persze. Oké, tehát ha nálad van a legmagasabb, vagy ha ő a legmagasabb manakoszba kerülő lap, akkor plusz egy damage-et kap. Jó, tehát a többi, ha jó, hát... Akkor ez ilyen finishing lapok, de akkor viszont rá kéne egy overbennám. Hát őre valami kéne. Tehát mert így egy 203-as hús lesz igazából. Igen, én is azt mondom, hogy erre még egy keyword hiányzik. Egy, szerintem vannak nála drágább lapok, amiket több effort lesz lejjebb vinni, hogy ő érdemlegesen tudjon triggerelni. Én legalább egy overwhelmet tennék rá. Overwhelmet tennék rá, és akkor lehet olyan style-ban játszani a decket, hogy csak simán őt hagyod, specifikusan nem random osztogatod a csökkentésket, és akkor egy ilyen 15-3-on lerakod overwhelm-el, és akkor basszon egyet oda. Igen, ezt akartam mondani, tehát neki tehát ő lehetne legalább ilyen finisher overwhelm lap. Ja. Mert az oké, hogy 5 manába kerül, mert ne legyen olyan egyszerű, de Bravo Base Countdown 2, Draw 2, Bravo Followers, jó. Oké, ez tetszik, húzó engine, tudod tovább csökkengetni, 3 mana, ez hiányzott. Amennyibe kell, hogy landmark, de tehát az szutyog, egy burst spellnek jobban örülnék, hogy spell manából lehessen használni, mert abban a körben, ha csak nem csökkentettél már eleget az első kettőben, ami vicit azért nehéz, akkor...
akkor jó lehet, nem tudom, meglátjuk. Ez a landmark amúgy tetszik, a húzás része az, hogy fixen kihúzol. Mondjuk ez négy Bravo unit, hozzáteszem. Igen. Ja nem, Countdown 2 után akkor, húz ki két Bravo, de bocsánat. De tök mindegy, akkor is tök jó szerintem. Na nézzük ezt a kipattintott vadállatot! Krister azt mondja, hogy Shurima, 6 mana, 3-as, 4-es, squad, tap, ja várj, a tap mellé. Ez meg hirtelen túl sok minden egyszerre. Igen, when I die, create M777, how it's in your hand. Oké. Okay. Ez egy fegyver. Deal 7 to an enemy. 6 mana. Fast. Amúgy én ezt akkor adnám sokkal jobban ezt a lapot, mert amúgy tetszik. Igen. Ha a spell is squad lenne. És hízna. Nem, ha csökkenne. Hogy bravó lenne, mert a bravókat lehet csökkenteni, igen, ugye, igen, bocsánat. Igen, tehát ha bravó lenne, és lehetne csökkenteni a kosztját. És akkor rácsökkentenél így párat, vágod, vagy csak így magától elvenned, és így megfognád, és utána két manáért így hét, de így PEJ! Mutasd Krisztert, hogy milyen statline-nal bír. 3-4-6 mana, táf. És hogy pont azért csináltak így, hogy nehezebb legyen megölni. De jó! Hogy ennek az ellenfél biztos kurvára örül! Hát nem, csak ugye igen, mert itt van egy tough blokkoló lapod, ami viszonylag hasznos, mert őt is általában nézzük, hogy valószínűleg egy ilyen 3 mana körül tudod lejátszani, és ha valahogy belehalna a damage-be, amit kap, akkor mondjuk deal 7-től enemy, bár mondjuk ha vulnerable... Akkor viszont meg már egyáltalán nem vagy, hogy ezt 6 manáért kell kijátszani, amikor ezt tök olcsón ki tudod. Amúgy is nehéz megölni, átrágja magát egy csomó mindenen, és te még egy 7 manás... Annyira nem erős a lap, mert azon kívül, hogy megölsz, tehát ezt úgy képzel, nincs rajta challenger, nincs semmi. Ezt a lapot amúgy tipikusan egy ilyen Shurima demácia rally deckben tudom elképzelni, mert ennek a lapnak adsz egy challengert, vulnerable mellé valami, plusz attakok, és az igen. Teljesen tudja supportolni ezt a mechanikát, csak bravó nélkül meg nem tud csökkenteni a kosztját, és 6 manáért viszont nem annyira jó. Hát igen, de bravód van. Értem, csak mondjuk egy scout demácia decket, mondjuk nem feltétlenül bravóval játszanék együtt. 6 manáért meg már nem éri meg berakni. Itt egyedül úgy tudom a hasznosítását elképzelni, hogy mellette van ugye az, hogy van olyan lap, ami ad vulnerable-t, és akkor te döntöd el, hogy ez alap mikor hal meg. Igen, végül is igen. Nem tudom, én nem vinném lejjebb a spellnek a kosztját amúgy, mert az meg már nekem túl erős, hogyha bravóba játszod, hogy lerakod be az meg 10-4 taffon, és amikor végre valaminek sikerül megölnie, akkor kapsz egy spellt, ami utána ugyanúgy csökken és hetet üt. Ezt meg csak így a jövőre nézve, ezt nem kell így, az When I Die, Last Breath. Igen. Last ja, breath. Amúgy last breath, tényleg. És van create. Last breath. És create. Ja, és tényleg. Ennyi. De, ja, oké, megértem, mondom a koncepciót, egy kokszos lap, ami csinál egy kokszos dolgot, ha a kokszai meghaltak. És mint látjuk, az modell is benyomta a kokszot rendesen. Igen, és deal 7 to an enemy. 7 sebzés, ez viszonylag elég sok. 7 demokrácia. 7 demokrácia, igen. Ki hozt 7 demokrácia? Sparky Pony! Na nézzük, Targon fattya éppen zuhan a levegőbe. Sparky Pony Impact, nagyon, Benji nagyon érdekesen keveri a... Hát az összes mechanikát. A mechanikákat. Szerintem inkább karakterhűen próbálta meg összerakni őket. Lehet, nincsen régióhoz. Na de 4 mana, 2-3 Impact. When you activate 4 squad in one round. Ezért mondom. Igen. 4 squad in one round, I start a free attack. A keyword-el van bajom hozzá megint. Semmi értelme adnak az impactnek. Vagy hát a free attack-kal az, hogy minden egyes alkalommal ütsz egyet a Nexusra, amikor így free attack-olsz, az jó lenne. Meghal a unitod, mert HP-t nem tudsz adni. Ide kell a quick attack. Vagy az elúzív. Nem, ide kell a quick attack. Mert tudod a damage-ét növelni, tehát ennek azért nem jó az elúzív, mert szintén tudod a damage-ét növelni, és az úgy túl broken lenne. Az overwhelm-mel is sok lenne szerintem free attack-ba, viszont a quick attack az egy olyan dolog, amit le lehet védeni, és nem üt át. Viszont, amikor már van belőle egy 6-3-as, azt mindenképp le kell védeni. Főleg, hogy free attack-kal kezd, úgyhogy még lehet utána még egy. Hát nem kezd, csak amikor megvan a squad aktiválásod, akkor nyom egyet. De igen. Hát azért mondom, az azért elég broken, tehát ott azt azért már le kell védeni, úgyhogy mondom, ennek a lapnak én impact helyett egy quick attackot adnék. Jó, nem vitatkozom vele, mert neki quick attack. Az impactnek valóban nem mondom, sikertem, mondom, a quick attackkal azért értek egyedül egyet, mert az nem üti a Nexus-t úgy, hogyha le tudod védeni, akkor nem tud mellé Nexus-t ütni, mint az elusive meg az overwhelm. Ezen kívül pedig így muszáj levédeni, mert nagy ütőt.
Igen, viszont... még szerintem ez a friatakos mechanika amúgy kvikatakkal nagyon erős. Igen. Nem, a friatak meg a kvikatak együtt az kurva erős. Nem tudom, valahogy mások kéne, akkor egy picit a lapot kéne átalakítani, vagy nem tudom, egy picit fölvinni, vagy mit tudom, egy 2-4-2 impact, hogy valami erő legyen abba, hogy ez hát friatakol. Esetleg, hogy annyi impactja van, ahánnyal csökkentetted a kosztját, ahány squadot kijátszottál. Az mondjuk sok, az meg már túl para. Akkor, mert ha nincs akkor blokkos... amikor megvan a 4 squad aktiválás, akkor nem csak spiriatok, hanem ad magának egy impactet. És akkor hízik. Ja, és ha akkor... túléli. És akkor ha az attakot túléli... És Targonban meg tudod védeni amúgy, van egy csomó mindenedre. A Targon tök mindegy, mert itt a squadot nézed igazából. Nyilván, de mert ma Kristernél is megnéztük a Demacia squadba, szóval igaz, ha Targonban játszom ezt a lapot, akkor ilyen szempontból például akkor soha nem fog friatakolni. Ha ez csak Targonra nézed, soha nem fog friatakolni. Hát de mert itt játszhatsz Targon Bravót. Tehát, hogy itt nincsen megkötve, mert ez meg Origin sem. Igen, ez igaz. De nem vagyok arról meggyőzve feltétlenül, hogy Targon lenne a régió. Nem azt mondom, hogy csak most exakt ezt a lapot nézve tudnék köré építeni egy buildet, csak nem feltétlenül lenne elég erős ő ahhoz, hogy lehozza a meccset. Na nézzük, Józsi, ez a trollunk lesz. Ez trollunk, így van. Három van a Piltover szintén, 1-2-es, kvikatak, squad round start, if I have the lowest cost in your hand, reduce my cost by one. Micsoda, if I have the lowest cost. Ha ő a legolcsóbb, akkor egyel csökkenti a kosztját. Jó, ennek is lehet növelni ugye damage-ét. Ez early-be jó igazából, mert itt meg tudod csinálni azt, hogy a kismanás lapok vannak nálad, vagy nem nagyon van unit, és sikerül egyen lejjebb vinned a kosztját mondjuk az első körbe, akkor a második körben lejviszi magad, és egy manáért leraksz egy kvikatak unitot, ami már egy aktivált squad van. Kettőért? Nem, egyért, mert a saját kosztját is lejjebb viszi egyel utána. Az övét lejjebb csökkent. Ha ő a legolcsóbb, de ez megint nagyon szituációs nekem. Nagyon függ attól, hogy milyen hendet kapsz. És azon kívül, tudjuk azon kívül meg egy 3 manás később valószínűleg egy ilyen 5-2-es, 6-2-es quikatak unit, ami már hízott egy pár körülött. Attól függ, mikor játszott ki. Persze, bár mondjuk a bordon is buffolódik, úgyhogy tök mindegy, hogy a kezedben van, vagy a bordon. Hát meg azt sem felejtsd, hogyha ő a legkisebb és magát lecsökkenti, akkor ugye triggerelődik a squad, ami mindennek ad plusz egyet. Mondjuk, ja, igen. Az igen. Amúgy annyira nem rossz azért. És ez minden körben tudja tartani tehát addig, amíg el nem éri a nullát. Sőt, ez amúgy milyen szinten ez a mechanika, milyen szinten kiszopatja a pranket például? Ja, hát mert csökkented a kosztot kezedbe, igen. Bár mondjuk pranket szerencsére annyira nem sokan játszanak. Az árt az tetszik, amúgy. Az amúgy mindegyiknél jó lett, igen. A lappal nem vagyok feltétlen meggyőzve. Nem, nekem sem az a lap, ami így hú, ez mindenképp kell a deckbe. Nem azt érzem. Na de nézzük a spelleket, mert abból is van még egy pár. The Bravo Boys, 3 mana burst spell, reduce the cost of 3 Bravo in your hand. Na, én ezeket a lapokat hiányoltam. De eddig. Itt van! Igen. Here we are, oké. Ez egy burst spell, ami 3 Bravónak az értékét amúgy is lejjebb viszi. Vágod? Gondolj már bele, geci! 3-mal csökkented a lapjaidnak a kosztját, mert 3 lapnak egyel, ami 3-szor triggereli neked a squadot, mert 3 különböző Bravo, tehát még plusz 3 damage-et is kiosztasz. Igen. Mindegyiknek! Nem, abból már csak plusz egyet kap szerintem. Tehát körönként plusz egyet kaphatnak a squadból. Csak 1-0-át osztanak, és minden bravóért, aminek csökkented abba a körbe, és bravónként egyszer csökkentheted. Ezt már esztabilizáltuk. Szerintem nem fognak... Tehát... Ezt Benji majd leírja, de vagy így, vagy úgy, akkor is kurva sok damage-et oszt. Szerintem az csak plusz egy körönként, arra van valószínűleg belimitálva. Még szerintem plusz 1-0, de... Igen, plusz 1-0. Az nagyon sok lenne, tehát ha boardba tudnál buffolni ilyen 4-4-jel boardokat... A for each reduce bravo, az biztos, hogy ezt jelenti. Tuti. Ez 100%. Akkor too broken. Pontosan ezt mondom. Extraction, egy mana burst. Nice, ez smart, ez tetszik. Egy mana burst. Hát az nem tetszik, de az ötlet, hogy egy sebzett bravo az extraction. Egy mana burst. Nem. Ez minimum fast spell. Egy van a burst-tél, nem rikolozunk lófasse. Hát igen. Főleg nem egy sebzett unitot. Smoke cover, 2 mana focus, reduce the cost of a bravo in your hand by 2. Oké, rendben van. Még drága imin kimaradt. Oh, wow. Fjallor szintén, 5 mana, 2-3, overwhelm. Na, látod itt az overwhelm lap, 2-3-ért. Kinnai blocker refill van mana. Oké, mana visszatöltés rendben, így petit supportálja egy kicsit pluszban, bár nem tudom, hogy mi az, ami... Ebben feltétlen hozzá... Az az igazság, hogy a mana visszatöltős részét Petinél nem annyira értem az elejére. Mert
Nincs rá feltétlen szükséged. Őszintén, alapkoncepció, amiből kiindultak a lapok, az ugye Peti volt, aztán megcsináltak engem ilyen kurva nagynak, mana csökkentős, mert Anikával aztán elfelejtették, hogy csökkent, hogy kéne mana, amiből csökkenthetnek. Mert a legnagyobb lap után, ő mondjuk nem 8-as, 7-es, de itt nagyon sok 4-es, 2-es, 3-as, 5-ös, ráadásul az 5-ösnek a legnagyobbnak kell maradnia. A spellek kicsik. Úgyhogy azt kell mondjam, ez a paketta elég érdekes. Az ötlet nagyon jó. Az ötlet nagyon jó, nekem egy kicsit olyan összeszeretlen lett a kivitelezése. Mert nagyon jó a mana csökkentős, meg ez a bravós mechanika, csak ugye nem tudjuk megfejteni pontosan egyértelmű, hogy mi a squad jelentése. Szerintem csak ezt akartam mondani, hogy vannak előttünk ismeretlen részek, vagy dolgok, amiket nem értünk, és emiatt tűnik annyi egy picit kuszábbnak egy-két dolog. Ezeket kérlek tisztázzuk. Mondom, nem jöttem rá, hogy ez melyik régióval lesz nekem feltétlen jó, mi az, amivel együtt játszanám, de mint így egy bravo mechanika, az így egész fasznának tűnik, ki kell találni, hogy melyik a jó support amúgy régió hozzá. Amúgy szerintem jó hozzá, mert abban van egy csomó handbuff. Nem. Nem jó hozzá. Meg jó, nem, akkor Fejárodban van inkább több hand, meg deckbook, de meg Targonban. Ahogy a Fejárod meg Targon az jobb, mert azzal fel tudod boostolni a HP-jukat, amikor lekerültek. De nem tudom, én ezt kontrollal is el tudnám képzelni. Mondom, még nem állt össze fejben, hogy ez hogy játszanám pontosan, de mindegy. Ez majd a jövő zenéje lesz. Köszöntük szépen, srácok, a lehetőséget, meg hogy megcsináltad, Bencsi, szép munka volt, aztán hamarosan jövünk a kövi résszel. Diablósat szeret!